A magyar kanizsai menekült tábor nyújtotta lehetőségeket, eddig több mint 30 ezer menekült vette igénybe. Többségük csak rövid ideig tartózkodott a táborban, majd folytatta útját Magyarország felé. Állandó 24 órás felügyelet van a tábornál, tehát soha nem nincsenek magukra hagyva, tehát ilyen értelemben én úgy gondolom, hogy infrastruktúrális szempontból és szolgáltatási szempontból a magyar kanizsai önkormányzat együttműködve a nemzetközi szervezetekkel és a szerb kormánnyal, én úgy gondolom, hogy mindent megtettünk, ami tőlünk telik, hogy ez itt egy elfogadható pihenőhely legyen. Alexander Vučić szerb kormányfő ma a menekültekkel folytatott beszélgetése során kiemelte, hogy országunk megtesz mindent annak érdekében, hogy itt el legyenek látva, de hogy nem tudja, mi lesz velük, ha átlépik a határt. Magyarország ugyanis szeptember 15-től szigorúan büntetni fogja az illegális határátlépést, pontosabban 5 év börtönt is kaphat az, aki illegálisan próbál bejutni Magyarországra. Vučić azt üzente, hogy az EU-nak átfogó megoldást kell javasolnia. Beszéljék ezt meg az Európai Unión belül. Mi csak ennyit kérünk. Mi vállaljuk a teher ránk eső részét. Nem bújunk ki a felelősség alól. Ezt minden pánik nélkül mondom. Amit az Unióban megbeszélnek, annak a ránk eső részét mi vállaljuk. Ez a tisztességes, felelősségteljes és komoly viszonyulás. Beate Merk, bajor európai ügyi miniszter társaságában Vučić Szabadkára is ellátogatott, ahol a régi téglagyár közelében kialakítás alatt lévő pihenőhelyet tekintette meg. Itt a kapacitás 75 menekült, akik orvosi ellátásban is részesülhetnek. Merk miniszter asszony kiemelte, hogy Szerbia példaértékűen bánik a menekültekkel, és hozzátette, hogy ez a probléma egész Európát érinti, ezért a megoldást is közösen kell megtalálni. A probléma mind a 28 EU-s tagállamot érinti, ezért minden országnak ki kell fejeznie a szolidaritás jeleit. Ez lényegében Európa és egyben a világ nagy problémája is, amely nem csak a tagállamoknak okoz fejfájást, hanem azoknak az országoknak is, amelyek az EU szomszédságában helyezkednek el. A miniszter asszony kihangsúlyozta, hogy Németország mindent megtesz annak érdekében, hogy megkülönböztesse a menekülteket. A valódi menekülteket korlátozás nélkül befogadja, de a megélhetési bevándorlókat, többek között azokat, akik Szerbia és Koszova területéről érkeztek, visszaküldi hazájukba.